Több ezer gólt lőttek már a csapatok az eddigi 12 órás tornákon, és 2018-ban sem volt hiánya szép találatokból. A résztvevők között akad olyan társaság is, amelyik már szinte kizárólag csak erre, illetve ehhez hasonló megmérettetésekre koncentrál. A miénk egy abszolút baráti csapat, már nagyon régóta, még a pécsi egyetemi idők óta együtt focizunk. Rég korábban voltak megyei játékosok, tehát megye 1-től elkezdve megye 3-ig voltak mindenhonnan játékosok, most már egy úriember van, aki még a megye 3-ban küzd, vagy pontosabban 2, de most már azért zömében mindenki abba hagyta a nagypályás labdarúgást. A tornán szereplő játékosok zöme egykori iskola és sportás, valamint barát. A 12 órás bajnokság kezdetben egy éjszakai kupa volt, de pár éve már reggel kezdődik a megmérettetés. Az első ilyen torna az éjszaka zajlott, este 8-tól reggel 8-ig. Ezt követte télen egy napközbeni torna, amiből aztán hagyomány született, hogy inkább minden télen teremben találkozunk és összemérjük az erőnket. A tornát végül a nagykanizsai futsal klubot is erősítő játékosokkal felálló kispályások csapata nyerte meg.